A Franco TV, nem tudom már hányadszor jelentkezünk, a győri magasi sportcsarnokból a Fehér Miklós emléktorna hajrájához közeledik. Én kijelöltem egy titkos esélyest, az Újpest csapatát, de még mielőtt a meccsekről kérdezném, Fehér Csabát, volt válogatott játékost. Ugye Mikiről van szó elsősorban itt. Mi az, ami azon túl, ugye, hogy mint ember hiányzik nekünk Miki, mi az, amit ugye űrt hagyott maga után, hiszen nincs olyan vagány, olyan csibész csatára mai válogatottban, mint ő, jól látom? Hát így van, hiányoznak a hozzá hasonló sportemberek, és itt a sportember alatt értem, mint a szakmai hozzáállását, tudását, mint az emberi tulajdonságait. Mikről az első kép, amiben úrik egy mindig mosolygó fiatalember, aki élt-halt a futballért, és mindent megtett, hogy jó csapatba szerepeljen, ami hál' Istennek sikerült is neki, még hogyha szomorú, hogy ilyen rövid időre. Így van, hát Csaba, te kortársa vagy, és hát most itt visszatérve az Újpest csapatára, ez a generáció, ez kitart, ugye Szlezák Zoli, Korsós, Szanyó Karcsi, bár ő most beteg és nincs itt, tehát sorolhatnám a neveket, Erős Karcsi, ki ne hagyja senkit sem. Ez a társaság úgy néz ki, hogy nagyon összeforrott, és egész évben együtt vagytok, úgyhogy itt talán mindenkit meg kéne verni. Mégis 2-2 lett a Kispesttel, tehát jól látom, ez a társaság, ez folyamatosan együtt játszik? Azt a részét igen, tehát mi folyamatosan együtt játszunk, szerepelünk a Budapest bajnokságba is, kisebb-nagyobb gondjaink azért nekünk is vannak itt, a munkahely, a családi elfoglaltság, de mondhatom a társaim nevében is, hogy próbálunk mindent elkövetni, hogy rendszeresek legyenek ezek a lehetőségek. Ha egy valamit kellene kiemelnem, talán a 98-as bajnoki cím, ugye sajnos az utolsó az Újpest életében egyelőre, ami minket igazán összekovácsolt, az akkor átélt sikerek, élmények, amik akkor is és most is sztoriként felidézve gazdagítják az életünket. Hát jövőre lesz 20 éve ennek, ugye? 2018 közeledik, tehát most ha az NB1-es tabellára nézünk, akkor nem úgy néz ki. Ez Újpest bajnok lesz, de én még szeretnék visszatérni te rád személyesen, mert hogy így elnéztelek, ez nekem első látásra föltűnt, hogy Fehér Csaba öreg fiú, tényleg 38? Nehéz volt megbarátkozni a gondolattal, de most már jó pár év először nekem is, hogy igen, öreg fiúk hívtak itt ugye Imre bácsiék, de hát eljárt az idő felettünk is, azért próbáljuk karbantartani magunkat. Én sokféle sportot kipróbáltam, tehát a futástól, a fallabdán keresztül, és nyugodtan mondhatom, hogy az én számomra semmi nem adja ezt az örömöt, ezt az élményt, mint a labdarúgás, hogy így mérkőzések előtt, után együtt, sztorizgatva, beszélgetve, de a pályán azért szívünket, lelkünket kitéve próbáljuk meg képviselni az Újpestet, és ez így egy komplett, teljes képet alkot a mi életünkben. Válogatott. Egykori válogatott játékosról van szó, ugye, személyedben, aki külföldön is karriert csinált, profi karriert. 2018-ban egy új fejezet lesz megint a magyar labdarúgás történetében, ki tudja hányadik, mert ugye újabb szövetségi kapitány. Előbb beszélgettem Glázer Robertről, azt mondta, hogy szerintem magyar kapitányt kellett volna kinevezni, magyar nemzetiségűt, és minimum 4-5 évre. Te mit vársz Lékenztől és a magyar válogatottól 2018-ra, hiszen ugye egy EB után jött egy Luxemburg, meg egy Andorra? Hát én úgy gondolom, hogy az igazság az valahol a kettő között van, tehát az EB-n átélt eufória, hatalmas siker, élmények sem elvárható, hogy minden évben megismétlődjön, de azért azt, hogy nem mondom, hogy milyen ellenfelektől szenvedtünk vereséget ebben az évben, az pedig tényleg... Mondtam. Igen, tehát az tényleg a másik véglet. Szövetségi kapitányról pedig az a véleményem, hogy a magyar labdarúgásnak nem a legfőbb, legégetőbb kérdés, hogy ki a szövetségi kapitány. Ő a piramisnak a csúcsán van, és természetesen hozzá tud tenni a sport, a labdarúgást körülvevő hangulathoz, de alul, hogy ki foglalkoznak a gyerekekkel, hány gyerek futballozik, milyen körülmények között futballozik, ez az, ami az én olvasatomban jelen pillanatban előrébb tart, mint hogy Lékencnek, vagy Storknak, vagy bárki másnak hívják a szövetségi kapitányunkat. De hát a tekintetben nincs gond szerintem, mert a politika és a foci mellett áll, a sport mellett, tehát a létesítmények nőnek, a körülmények javulnak. Talán szakmailag, ugye Lékenc is az elmúlt héten nyilatkozott, hogy 76-ban kezdtek egy új fejezetet a belgák, és hát 3 évtized után jött csak ki ez a munka. Tehát Magyarországon talán túlságosan türelmetlenek az emberek, nem?
Hát igen, régóta kellett, vagy kellett várniuk az embereknek egy komoly sikerre. Az EB részvételt azt hiszem annak nevezhetjük. Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert... Én segítek. Szerintem az a gond, hogy ugye a magyar nemzet sport nemzet, főleg az olimpiát tekintetében, és hát ugye Puskás öcsit mindenki ismeri a világon, és aztán szokták emlegetni a 86-ot, Mexikót. Tehát talán túlságosan extrém a magyar futballszurkoló jelleme, illetve lelkülete. Tehát említett az EB-t, akkor a felegekbe járunk, és aztán jön egy pokol az Andorra. Én szerintem nem biztos, hogy a magyar futballválogatottnak az első 20-ban kellene, hogy legyen. Persze a sport cél az, hogy minél jobbak legyünk, de én azt gondolom, hogy mások is jók, és talán picit türelmesebbnek kellene lenni, és meg kellene talán azzal elégedni, hogy hát ugye van nálunk 20 jobb nemzet, nehéz ma csapatsportban. Jót. Igen, a türelem az mindenképpen jó szó, reálisan kell nézni a dolgokat, és ami már régóta probléma, én úgy gondolom, hogy mind médiának, mind szurgolónak, játékosnak, különböző szakembernek meg kell tanulni kezelni mind a sikereket, és mind a kudarcokat. Tehát, hogy ránk mindig is jellemző volt, hogyha siker vagy részsiker volt, akkor az asztal tetején táncoltunk, és minden rózsaszín volt, és nagyon jó. Viszont az ellenkező oldal sem igaz, hogyha egy-egy vereség után, hogy akkor pedig vessük be kukoricával a futballpályákat, és mindenki legyen amatőr. Tehát reálisan, türelmesen, higgadtan kell építkezni, és valóban visszatérve az előbbi gondolatmenetre, hogy viszonylag sok gyerek focizik, sokkal jobb körülmények között fociznak a gyerekek, hál' Isten, mint akár csak a mi időnkben, de hogyha meg arra gondolok, hogy egy juhász, egy gera, egy hajnal, tehát hogy kik fogják, nem látom, hogy kik azok a fiatalok, feltörekvő fiatalok, akik készen állnának arra, hogy ezeket a neveket pótolni tudják majd a válogatottba, és akkor ez megint egy hosszabb téma lehetne, hogy az akadémiák élete, hogy zajlik, mint zajlik. Hát igen, akkor sok türelmet a magyar futballnak és Fehér Csabának, meg minél több időt a pályán, és hogy példakép lehessél meg a fiataloknak, és ne felejtsenek el egy ilyen remek sportembert, és köszönöm a véleményet. Köszönöm, jó munkát nektek is mindenkinek.